Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával az Anime & Japan Critics! Mai adásunkban ismét egy szórakoztató és lebilincselő történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Hortensia Saga. A Hortensia Saga műfaj tekintve a fantasy történetek világához tartozik. Maga a történetünk legelőször játékformájában jelent meg méghozzá 2015-ben az Android és iOS alkalmazásain. Majd később ebben megjelent maga a manga is, amely végül 2020 óta már a második köteténél jár, Pongea és Seiji által. Majd megjelent a mai fő témánk, az anime, amely 2021. januárja és márciusa között 12 részformájában jelent meg a rendező Yasuto Nishikata, valamint a forgatókönyvíró Rintaro Ikeda révén. Történetünk egy különleges világban veszi kezdetét, melyen belül Hortensia királysága áll, mely 700 éve biztosítja a békét és bőséget az emberek számára. Ám egy nap véres lázadás tör ki, melyben Kaméria fejedelme Rugész és örököse Roy Bashro lerohanják egykori hűbérurukat, és ezzel egy új kort teremtenek, mely elindítja a háborúk korát, s hatalomra juttatják az ortodox egyházat irányító s a királyt megőrjítő, majd meggyilkoló pápát, aki hatalomészségében valóságos mészárlásba kezd. A király halála után ugyanis az ifjú Charlotte herceget fogva tartva uralja végül magát Hortensia földjét, eközben démoni teremtmények ezreit rászabadítva az emberekre, hogy zsarnoki uralmát kiterjessze, mind az élőkre, mind a holtakra. Ám egy remény még mindig él az emberek szívében, az évekkel ezelőtti Móricz lovag által megszöktetett, törvényes örökös Marie hercegnő, aki egy Marius nevű fiú alakjában bújt el néhai megmentője Fernando Ober fiának, Alfrednak a földjén, Olberben. Ám az évek múlásával az emberek kínjai és az egyház kegyetlenségei végül magukkal hozzák a változást, az időközben felcseperedett Alfred és Marie által, akik számtalan csatával és baráttal a hátuk mögött végül szembeszállnak a pápa és a Didier lovag által vezetett rezsimmel, hogy Hortensia végre újra szabad lehessen. Összességében nekem tetszett ez a történet, mely jó pár fordulatot is rejtett magában. Tetszettek az olyan fontos mellékkarakterek is, mint a magányos lovag Danoa de Flott, avagy Olivier néhai fejedelmének örököse Adelheid, a hűség példája, aki mindvégig kitartott a remény mellett. Ugyanakkor a történet mondani valója is remekül prezentálta a jelenkorunkat és múltunkat is, mely a vakhit által rengeteg erőszakot is rejt magában, gyakran a józanész teljes hiányában, s melyben egy személy kihasználja a helyzetet, hogy pusztulás felé vezesse népét. Ezek valamint a képi és hangi világ figyelembe vételével én összességében a Hortensia Sagát egy 10/9-es alkotásnak tartom. Ugyanakkor, amíg megkezditek a megtekintését, addig jó szórakozást kívánok, és természetesen legközelebb is jelentkezek egy érdekes témával. Sziasztok!